Köszöntöm a kedves nézőket, ez itt az Emlékkönyv, Csuka Tibor vagyok. A technikai pult mögött Nokta Gábor segíti a munkámat ezúttal. Kedves nézőink, a 2021-es őszi évadunk 10. interjújához értünk, vagy ahogy szoktuk mondani így egymás között, az Emlékkönyvünk 10. lapja következik most. A vendégemet ezúttal a kistérség egyik kistelepüléséről hoztam. Nagyon fontos számunkra, hogy kistérségi médiumként ugye a kistérségről is közösségformáló embereket tudjunk bemutatni. Körülbelül minden negyedik, ötödik adásban tudok hozni egy ilyen vendéget. Jártunk Jászszent Lászlón, Móricz-gáton, illetve Szankon, és most Csólyos Pálos következik, és a vendégem nagy szeretettel köszöntöm Kapás Ferencet, nyugdíjas vízgáz és készülék szerelőt. Igen, és köszönöm. A Csólyos Pálosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület parancsnokát. Így igaz. Feri bácsi, 46. éve, ugye parancsnok az Egyesületnek. Feri bácsi, úgy szoktuk kezdeni az interjút, hogy életrajzot mutatunk be a vendégünkről. Most is így lesz, de igazából én az életrajzot most arra használnám fel, hogy egyúttal végig is mennénk ugye az ön életén, a történetén, és közben pedig természetesen a Csólyos Pálosi életrajz követi a település jó néhány fontos történeti pontját, úgyhogy el is kezdeném mindezt. 1947. április 24-én született hivatalosan. Igen. És már rögtön meg is állítom, mert nagyon ritka történet van a Feri bácsi birtokában. Szóval április 24-én született. Igen. A valóságban, de mi áll a szemigazolványában? Április 22. Két nappal korábbi. Két nappal korábbi, megöregítettek. Mi történt? Hát az úgy történt, hogy akkor még abban az időben a rendőrség csinálta a személyigazolványokat, és bekérték a születési anyakönyvi kivonatot. Hát én akkor Kistelekre gimnáziumba jártam éppen, mert 16 évesen osztották akkor a személyigazolványt, és édesapám nem találta az eredeti születési anyakönyvi kivonatomat, elment a hivatalba csináltatni egy másolatot. A másolat nagyon jó sikerült, én csak ezt akkor tudtam meg, amikor már a személyigazolványt megkaptam. Minden egyes adatom nagyon jó benne, csak a születési adatom a két nappal előttem született emberkéjé volt. Szóval hivatalosan 22-én született, de egyébként 24-én ünnepli a valós születésnapját. Igen, igen. Nem, igen, a hivatalos a 22 most, igen. Igen, igen. Édesapja Kapás Ferenc Péter földműves, később szakszövetkezeti elnök, édesanyja pedig Vetró Veronika, ő háztartásbeli. Igen, végig háztartásbeli volt. Azért itt már felmerül a kérdés, hogy Feri bácsinak ki volt az édesapja, illetve milyen ember volt ő, hiszen azért nem mindenkiből lesz szakszövetkezeti elnök. Karakteres emberről beszélni? Igen, igen, egy elég karakteres ember volt, meg tudta fogni az embereket. Uh-huh. Meg ki is állt mellettük természetesen, mert nagyon sok esetben taposták a lába ujját, különösen a TSC, mert akkor termelő szövetkezeti csoport volt, aztán szakszövetkezet lett belőle. És akkor úgy, ahogy a Kiskumajsai Petőfit is át kellett szervezni, mert az is ugyanebben a státuszban volt, átszervezték felső nyomásra természetesen TSZ-nek. Hát édesapám ezt meg tudta úgy oldani, hogy nem, Csólyos Pálost nem szervezték át, se Csólyos Pálost, se Kömbözközségét nem szervezték át. Ez egy nagyon érdekes információ, mert én eddig csak úgy tudtam, hogy Soltfatkerten tudták megoldani itt a környékben azt, hogy nem TSZ-be, hanem szakszövetkezetbe szervezték a földműveseket, és Csólyos Pároson ezt hogy sikerült kijárni? Hogyan történhetett mindez? Hát részben a kemény kiállás, a másik részben meg a területeknek a taglaltsága. Uh-huh. Tehát nálunk nem lehetett ilyet, hogy 50-100 hektárt összeboronálunk, aztán azon egyformát termelünk, mert ez nálunk lehetetlen. És emiatt aztán valószínűleg ez is hozzátartozott a másikhoz, meg hogy édesapám is keményen a sarkán állt, hogy nem. Uh-huh. Itt is úgy volt, hogy több csoport volt, több szakszövetkezet volt, és utána egyesítették őket. Azért mondjuk még el a kedves nézőknek, hogy mi a különbség a TSZ és a szakszövetkezet között.
Ugye a szakszövetkezet esetében mindenkinél maradt a saját tulajdonában a föld, igen, és úgy művelték, míg a TSZ esetében be kellett ezt szolgáltatni. Ugye, igen, jól mondom a különbséget? Hát elvileg a föld is a szövetkezet tulajdona volt, de mindenki azt használta továbbra is, ami eredeti földje volt. Tehát ennyi. Na most öt szakszövetkezet alakult, vagy TSC, mert akkor még termelőszövetkezeti csoportként alakult 61. január elején. Mert akkor volt, 60. decemberében volt az agitálás, átszervezés, ami elég komoly dolog volt. És akkor megalakult januárban az öt TSC. Pálason 3, Csólyoson pedig 2. És így 5 TSC volt. Ezek valamikor később lettek szakszövetkezetek. Erről úgy igazán időpontot nem tudok mondani, de szerintem 4-5 év után átbecézték őket szakszövetkezetnek, mert ez inkább csak ilyen becenév volt. Édesapja ilyen szakszövetkezetnek volt a vezetője, elnöke? Igen, igen, igen. Tehát ő elejétől kezdve végigjárta ezt a létrát. És akkor először lettek a csólyosi szakszövetkezetek összevonva. Igen, meg a pálosiak, igen. Az egy évben történt, és 1975-ben, erre már konkrétan emlékszem, akkor lett a csólyosi és a pálos egy szakszövetkezet. TSZ is volt ugye? Igen, igen. Pároson. Igen, az 49-ben alakult. Egyáltalán kettő alakult 49-ben, mert egy csólyoson, egy még pálosan. A csólyosi az Lenin TSZ volt, a pálosi az pedig Béke TSZ. És 1956-ban akkor ott ugye megingott a dolog, a forradalom idején. Utána viszont újra elkezdték szervezni, hát ezeket a TSZ dolgozókat küldözték agitálni a csólyos meg a pálosi embereket, hogy lépjenek be, mert milyen jó lesz, meg hogy lesz, meg mit lesz. Hát igazából erre az agitációra senki nem lépett be. Maradt mindenki annál, amit csinált, tehát az egyéni gazdálkodásnál. És majd 60 őszén, akkor aztán nem volt tovább, akkor már jöttek Pestről, meg a fene tudja, hogy honnan nem az agitátorok. Több hónapon keresztül is győzködték az embereket, meg hát nem tudom, én olyat súlyosan nem hallottam, hogy valakit megvertek volna, de nagyon kemény volt a győzködés. Tehát nem csak úgy, hogy legyen szíves már, vagy légy szíves már belépni, hanem úgy igen keményen csinálták. Odahatottak rájuk, hatottak. Az összevonások eredményeképp a szakszövetkezet a Kunsági név alatt egyesül, ugye? Igen. És igen. Ugye a TSZ az pedig ugye Egyetértés TSZ néven fut, jól emlékszem? Igen, jól egyetértésként fut tovább. Milyen arányban voltak a tagok? Melyik volt a nagyobb? Az Egyetértés, vagy a Kunsági szakszövetkezet? Az Egyetértésnek annak nem sok tagja volt. Hát területes olyan sok volt, akkor már a Béke is, meg az Egyetértés is egy össze lett vonva. Tehát egy TSZ lett a 2-ből 56 után. Majd valamikor később a, minek hívják, itt a Gígyósi útban volt az április 4. Azt nem tudom. Ha jól emlékszem, tehát a Petőfinek egy üzemegysége az most, vagy volt utoljára. Azok is valahogy oda kerültek, de azok aztán végig lemorzsolódtak, tehát maradt továbbra is Egyetértés néven, tehát a Lenin és a Béke. És akkor igazából ez az Egyetértés TSZ is a Szanki TSZ-szel fog majd egyesülni. Ugye igen, a Szanki adáshoz üzemegységként átkerül, mivel hogy visszalépés nem volt, tehát TSZ-ből szakszövetkezetet nem lehet csinálni. Nem lehetett csinálni, nem engedélyezték. És ezért lett az, hogy azt a földterületeket mind átadták a Szanki adás kevelébe. Az mit jelent, hogy tagolt volt a terület? Tehát ez a tanyai világot mekkora méretűnek képzeljük el? Hány család élt a környéken? Hát 780 tanyája volt Csólyosnak, Pálosnak összesen. És ebből, hát az lehet tudni, ez minimum annyi családot jelentett. És egy-két család, tehát gyermek is ott volt benne.
Igen. Tehát a legtöbb lakosa emlékezetem szerint 3600 fő volt a 60-as évek végére. Csak utána, amikor megtörtént az átszervezés, akkor nagyon sokan fogták magukat, elmentek Szegedre dolgozni, mert ott sokkal kényelmesebb volt, jobb volt. Ilyen korbatartók, TMK-sok, mit tudom, milyen munkákat vállaltak, ahol nagyon dolgozni se kellett, csak éppen ott voltak. Hát iparosodott ugye a környék, illetve igen, az egész ország. Igen, igen. És ugye a mezőgazdaságot nagyon sokan elhagyták ebben igen, az időben, igen, és a városba igen, költöztek. Igen. Feri bácsi családjának az 1950-es években sikerül azért kibújni a kommunista megbélyegzés alól, ugye a kulákság bélyege alól. Ehhez viszont azért egy komoly lépésre volt szükség. Feri bácsi nagyapjának Kiskunmajsára kellett költöznie, igen, és így sikerül ugye a család föld tulajdonát 15 holdra ugye lecsökkenteni, igen, és ebből ugye elkerülni ezt a megbélyegzést. Igen. És ha jól tudom, akkor a Feri bácsi ide is fog költözni Kiskunmajsára. Igen, ez így volt. Tehát 1952-ben, ha jól emlékszem, akkor nagyon-nagyon-nagyon nagy szárazság volt, nagyon nagy szegénység volt. Édesapám fölkerült Pestre, hogy a család kenyerét be tudja teremteni. A nagyszüleim meg beköltöztek ide Majsára, mivel hogy másképp nem lehetett széjjelébb hozni a földterületeket, mert nagyapámnak is volt még saját néven ilyen 7-8 holdja, és hogyha ezt összehozták a 15-tel, akkor már túl voltunk azon a bizonyos határon. A kulák listán, és ezért költöztek be a nagyapám, még hogy tehát teljesen külön éltünk. Ez gyermekként egy törés volt, vagy ez talán úgy maradt meg, hogy folytatódik az élet egy másik településen, egy másik lakókörnyezetben? Igazából nem, én nem éreztem nagy törést, mert ugye nagyszüleimmel voltam otthon is a legtöbbet, tehát addig az ideig, mert hát kisgyerekként a szüleim azok kimentek a mezőgazdasági munkát végezni. Én meg a nagyapámmal, akinek az első világháború ott maradt az egyik lába, azzal voltam, ő őrzött bennünket, gyerekeket. És nekem a legkedvesebb nagyapám ez a kapás nagyapám volt, természetesen. Független attól, hogy nevemen, keresztnevemen soha nem szólított, én mindig Gyurka voltam, meg Gyurika voltam de neki. Miért? Azért, mert Szent György napján születtem, és ő azt szerette volna, hogy engem Györgynek kereszteljenek is. És édesanyám azt mondta, hogy nem keresztülnek Györgynek, mert egyetlen egy normális ember nem ismert Györgyet, Csólyos Pálason. Hogy konok egy ember volt utána, így szólította a Feri bácsi. Igen, én nekem soha nem volt az Feri, vagy Ferike, vagy Ferenc, vagy mit tudom, semmi ilyet én nem hallottam tőle. Csak Gyuri volt. Én Gyuri voltam, vagy Gyurika voltam, de ez meg is maradt az utolsó napig is. Egyedül költözött oda, mert ugye Feri bácsinak van egy öccse, Kapás igen, József Imre, igen, aki igen, ugye 1950-ben születik. Egyedül költözök oda, vagy pedig József testvérével? Hát ő majd kicsit még később költözött, mert ugye ő még kisebb gyerek volt. Igen. De én nem is tudom, tehát óvodában ő is járt egy évet, és úgy kezdte az általános iskolát, tehát aztán mind a ketten itt voltunk a tatánál, mamánál. Meddig marad itt Kiskunmajsán? Hát 61-ben végeztem a fiúiskolába, és utána technikumban jelentkeztem, onnan nem vettek föl, mire onnan visszajött a jelentkezés, hogy nem vettek föl, Kiskunmajsi gimnázium betelt, és úgy történt, hogy Kistelekre próbálkozottak szüleim, hogy csak azért valahova jussak el, és a Kisteleki gimnáziumban azt mondták, hogy ha valaki nem jön be, akkor fölvesznek. Csütörtökön kezdődött a tanév, és hétfőn, tehát szombaton szóltak, hogy nem jött be az, akit vártak még, tehát aki be volt iratkozva, és így hétfőn kezdhettem a tanévet Kisteleken az általános gimnáziumban. Akkor az a nyár, az egy ilyen feszültségteli hát, nyár volt, hogy igen, lesz-e igen, 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 hogy lesz-e tovább tanulás, vagy otthon kell maradni a paraszti gazdaságban, ami nekem aztán abszolút nem tetszett. Uh-huh. Az úgy valahogy nekem nem volt sose. Vonzotta már akkor is a technika? Inkább a technika vonzott mindig. Szerelés. Inkább a technika vonzott. Uh-huh. Kisteleken kezdi ugye a középiskolás gimnáziumi tanulmányait. Igen, igen. És utána pedig
csak sikerül akkor Kiskumajsára bejutni, mert hogy 2 évet tölt Kisteleken, és utána Kiskumajsán pedig 11-től sikerül igen. akkor ugye ide beérkezni. Igen, bejutni. Tehát ez úgy volt, hogy megépült a Kisteleki gimnázium, tehát pontosan úgy, hogy harmadikban mehetünk volna fölfelé, megépült a Kisteleki gimnázium, és a régi gimnázium épületébe kapunk kollégiumot. Na most akkor indult ott egy ilyen mezőgazdasági jellegű osztály, és az mind kapott kollégiumot, de az általános gimnazisták nem kaphattak. Hát még ott voltam a Kisteleki gimnáziumban nyáron takarítani, hogy majd megyünk ott tanulni tovább. Mikor mentünk hétfőn, vagy iskola kezdetre, mondják, hogy hát nincs kollégium. Akkor mi lesz a vége neki, így nem maradhat. Hogy még ott még azt hiszem egy napot az iskolában voltam, aztán eljöttem haza, hogy ez valamit csinálni kell, mert itt nem maradhatok, és akkor. Meg hát egyáltalán az albérlet is már akkor olyan sokba került, hogy szüleim nem győzték, édesapám keresett 1500 forintot akkor, és 500 forint már akkor nem volt elég az albérletre. Hát jó, hát kaptunk teljes ellátást, de egy olyan szobában aludtunk, ahol a lábamnál megfagyott az alma. Tehát nem volt fűtve, téglát becsavartuk, tűzhelyen megmelegítették a házi néni a téglát, becsavartuk rongyba, azzal aludtunk, még közünkni se köhögtünk egyes, olyan egészségesek voltunk, mint a vak. Érettségi Kiskumajsán. Igen. Hogyan lett a folytatás? Hogyan alakult? Hát előfölvételt nyertem Moson-Magyaróvárra, a mezőgazdasági főiskolára. Abba az évben... Megállítom Feri bácsit. Igen. Moson-Magyaróvárra. Igen. Közelebb nem talált ilyen nem. iskolát? Nem. Nem, ott volt, ahova jelentkeztem. Nagyon messze ment. Hát mindegy, mezőtúrról lett volna, az még rosszabb helyzet volt, mert annak a közlekedése akkor sokkal rosszabb volt, mint Moson-Magyaróvárnak. A Moson-Magyaróváron délután felültem a vonatra, amikor vége lett az okításnak, és este már busszal itthon voltam. Az tényleg egészen jó, abban az időben. Igen, az hát hogy a Pestről, vagy Moson-Magyaróvár a Pestre jött a vonat, gyors vonat végig, Pestről Halasra jött a gyors vonat végig, vagy Félegyházára. Félegyházára. És akkor itt már az ötös busszal mehettem hazafelé. Értem. Tehát nagyon jó volt a csatlakozás, mert hát át kellett menni a keletibe, a nyugatiba. Ott mindig a taxit választottam, mert az volt a leggyorsabb. Nem is olyan sokba került, de nem olyan messze vannak, hát akkor még nem volt metró, meg mit tudom, és oda csak úgy fölülünk, azt elszaladunk. És átértem szinte, a jegyet azt végig megváltottam, tehát csak föl kellett ugrani a vonatra, azt már hajt, lehet itt menni hazafelé. De aztán nem lett a Moson-Magyaróvári iskola befejezve. Nem, azt fél év után meguntam, úgy láttam, hogy ezt nem nekem találták ki. Eljöttem haza, és a következő hónapban, februártól már a gépállomáson, Majsai gépállomáson dolgoztam segédmunkásként. Az autóbusz javítóba. Közben nem akarták katonának elvinni? Hát elvittek volna akkor, hogyha a sorozáson nem maradtam volna a békében alkalmatlannak, háborúba szakszolgálatra alkalmasnak, akkor elvittek volna. Így. Én ezt a jót kihagytam. Megyes József tanár úr múlt héten volt a vendégünk, és ő hasonlóan beszámolt erről a békében, alkalmatlan, háborúban, szakszolgálatra alkalmas igen. státuszról. Ez az úgynevezett BHS igen. kategória. Igen. Józsi egy picit rá is játszott talán erre. Feri bácsi meg talán nem, ugye? Nekem szerencsém volt valami úton, módon. Hát nem tudom, mert csuklóztattak, meg mindent csináltak az orvosok velem, aztán hallgattak jobbról, hallgattak balról. Aztán... Az a csuklóztatás, az mit jelent? Hát Google állj fel. Uh-huh. És utána lehet, hogy mérték a vérnyomását? Igen, vérnyomást mértek, szívemet hallgatták jobbról, balról, össze-vissza mindenbe, aztán kiküldtek, hogy most már jó. És mikor visszamentem a sorozóbizottsághoz, akkor nagy sajnálatukra, de... Kijelentették, hogy sajnos békében alkalmatlan háborúval szakszolgálatra leszek alkalmatlan. Aminek... Úgyhogy nem leszek katona. Én nem csaptam össze a markom, hogy nagyon örülök, de az örültem neki.
Kiskumaj sem folytatja akkor tovább ugye a gépállomás. Igen, úgy van. Gépállomáson. Milyen feladatot vállalott, mit tud dolgozni? Ugye a gépállomás annak idején nagyon fontos státuszban van, ugye itt a környéken, igen. Hiszen az akkor ugye nemrégiben alakult TS-eknek igazából gépparkja nem volt. Nem. Milyen feladatot látott el a gépállomás annak idején? A gépállomásnak a gépei, meg az emberei mentek szántani, vetni, aratni, kombányai is voltak a gépállomásnak. Uh-huh. Kultivára törözni a kukoricát, meg mit tudom, tehát elvileg a gépállomás minden olyan gépe fel volt szerelve, ami a mezőgazdaságban szükséges mm-hmm. volt. De először akkor nem traktorosként dolgozott, hanem nem. karbantartóként, ugye? Nem, szerelőként. Hát szerelő üléseket szereltünk, üléspárnákat, üléstámlákat csavaroztunk főfelé, ablaküvegeket raktunk be, tehát ilyen feladatom volt. Mm-hmm. Majd utána az egyik jó traktoros többet ívott, mint kellett volna, fölborította a traktort, és természetesen levették a traktorról, és akkor jött az a lehetőségem, hogy kimehetek traktorosnak. Mesélt nekem egy érdekes történetet, ugye amikor ez a karbantartás vagy javítás folyt, akkor igazából itt autóbuszokat is javítottak, igen, ugye Kiskumajsán. Igen, kifejezetten. És ugye megkérdeztem, hogy az autóbusz melyik részét, és akkor Feri bácsi mondta, hogy az autóbusz, nem tudom, jól mondom, hogy a kaszniát külön igen. választották az alváztól, igen. és az alvázat pedig levitték Pécsre. Pécsre, igen. Igen. És ennek az alváznak a leszállítása, ami számomra teljesen döbbenetes történetnek hangzik. Hogy történt a leszállítás? A leszállítás úgy történt, hogy egy ülést valahogy fő eszkábáltak az alvázra mellett. Tehát levették a kasznit a buszról? Igen, igen, a kaszniban benne volt a vezető ülés is. És ehelyett kreáltak rá valami ülést, tehát ugyanolyan buszülést, vezetőülést raktak rá, mit tudom, ilyen vasakkal volt kitámogatva. Tehát egy nagy vasváz, négy igen. kerék vagy hat kerék, nem tudom, hát hogy hat annak kerék, hat, hat kerék, hat kerék, és felszereltek rá egy buszülést. Igen, egy vezetőülést, és azzal lehetett, amelyik jó volt, azt közvetlenül megtankolták, aztán elment a saját lábán. És fölültettek egy sofőrt, igen. aki így levezette Pécsre igen. azt az alvázat. Igen, igen, a másik ugyanilyen, ha nem volt üzemképes, akkor azt utána kötötték, az ketten mentek egymás után. Tehát előttem van a kép, ez szerintem manapság nyilván elképzelhetetlen. Az biztos. Szóval nem kamionnal szállították, hanem nem, szépen lábon nem, odavitték lábon, őket. Lábon lehajtották. És visszafelé hogy jöttek ezek az alvázak? Szintén ugyanígy. Télen-nyáron? Télen-nyáron, nem számított. Hát fölvitték a szerencsétlenek a sofőrbundát, aztán... Hát a traktornak se volt akkor abban az időben fülkéje. Úgyhogy fülkénék, hagyj, kész. Fogták, azért szemüveget esetleg főraktak, mert az elsőnek hányta a sarata a hátsóra főfelé az elsőnek a kereke, de amúgy nem különösebben volt semmit ősé védve. Na most Feri bácsinál, ugye akkor felborult az a bizonyos traktor, és Feri bácsit felkérték, vagy mondták, hogy akkor most traktorosnak kellene lenni. Van, igen. Mennyi ideig volt traktoros ezen a gépállomáson? 67. december 31-ig, 67. december 31-ig, igen. Fontos kérdés. Milyen traktorokat kell akkor elképzelnünk? Mi volt a üzemben, milyen traktorokat hát használtak? Hát akkor az MTZ 45-ös, azon kívül Utos 45-ös, RS 09-es. Dutrák? Más, Dutrák? Dutra is, az nagyon kevés volt a gépállomásnak. Uh-huh. Azok valahogy nem jöttek be nekik. Uh-huh. Egy-kettő Dutra volt, a többi az inkább 45-ös, meg Utos. Ezek voltak a... Feri bácsi mire került? Milyen egy 45-esre, MTZ 45-re. Az egy modern eszköznek számított? Hát akkor elvileg modern eszköznek számított a Hofferhoz képest. Igen. Mert TS-eknek még egy résznek volt, hogy Hofferja volt, de hát abból mit tudott csinálni, vontatni. Semmi másra nem volt jó. Uh-huh. Ebben ez még már akkor egy univerzális gép volt, mert hidraulikával fő volt szerelve. Meg hát az érdekessége az volt neki, hogy nem akkumulátorra indult, hanem kismotoros egy rántás, vagy kettő, aztán beindult a kismotor, aztán összekapcsoltuk kicsit a nagyjal.
elindult, akkor nyomtuk a gombot, elállítottuk a kis motort, és lehetett vele menni. Tehát ilyen indító motor volt rajta. Igen, igen, igen. Én annak idején a dózereknél láttam, hogy hasonlóképpen működött. Igen. Feri bácsi akkor mennyi ideig volt ott a gépállomáson, mint traktoros? December 67, december 31. Mert akkor a gépállomás megszűnt, traktorokat kiadták a TSZ-hez, épp azt is, amelyiket én hajtottam, azt is odaadták Csólyosra. Az egész országban történt akkor egy átalakítás. Valószínű, igen. A gépállomásokat ilyen mezőgépekké alakították át, ahogy igen. olvastam, és valószínű ez az átalakítás érhette ott Feri bácsit az a munkahelyen. Igen. Visszakerült Csólyospálosra. Igen, szakszövetkezett. Az édesapja szakszövetkezett? Abba, igen. Uh-huh. Abba kerültem. Esténként mentek a beszélgetések, hogy mit, hogy kellene csinálni, vagy ez nem volt jellemző? Nagyon... Jó megvoltak édesapjával? Jól. Jól. Az a helyzet, amit lehetett, megcsináltam, amit nem lehetett, az lehetetlen nem lehet, nem is követelhetett, úgyhogy. És akkor január 1-től lettem szakszövetkezeti tag, majd március 21-én kimentem az NDK-ba dolgozni. Hát az ugyan államközi szerződés alapján, oda is mezőgazdaságba, úgy nevezték, hogy szakmai gyakorlat. Traktorosnak mentem oda is ki. Volt akkor már valamilyen, hát végülis a gimnáziumban tanulhatott németül, ugye? Németét tanultam, igen. És akkor ez nyilván nagyban segíthetett. Hát az... akkor már, amikor kiértem aztán már nagyon sokat, itthon én nem tudtam németet. Sér németet, sér az orosz, az nekem kínai. Még az orosz, hogy jobban, de a német az nagyon kínai tantárgy volt. De úgy csak éppen, hogy csak az imádság tartott mindig, hogy átmentem. Augusztusban, amikor hazajöttem, akkor már éltem a német nyelvvel. Sikerült akkor összehasonlítani az akkori Német Demokratikus Köztársaság mezőgazdaságát, illetve nem tudom, ott TSZ-nek hívták-e, vagy hogy hívták? Állami gazdaságot. És a magyarországi helyzetet. Melyik állt magasabb szinten? Lehetett-e ilyen összehasonlítást tenni? Igazából én ott a TSZ-eket nem nagyon ismertem. De azok általában sokkal gyöngébb körülmények között dolgoztak, ugyanígy, mint nálunk. Sokkal gyöngébb körülmények között dolgoztak, mint az állami gazdaság. Az állami gazdaságnak ott mindent megadtak. Tehát ott annak csak működni kellett. Ott nem volt olyan, hogy nem volt gép, nem volt üzemanyag, mit tudom. Tehát ilyenre nem lehetett példa. Meg hát a nagy fejlesztéseket is oda csinálták, mert hát én, ahol dolgoztam, ott volt egy hatalmas szárítóüzem, ami egy műszakban olyan 1200 zsák szárított lucernalisztet, vagy rozslisztet, vagy ilyesmit adott ki egy műszakban. Tehát 50 kocsi, hatalmas kocsi zöldséget kellett ahhoz bevinni műszakonként, hogy el tudjuk látni. Tehát három gép az folyamatosan dolgozott azért, kaszát, hogy reggel általában volt olyan eset, amikor már 2 órakor szóltak, hogy gyerünk kifelé, mert nincs a szállítónak mit szállítani. Még este 10-kor még lehet, hogy kint voltunk, mert még akkor hordani kellett, mert még mindig kevés volt. Ehhez azért kellett a magyar virtus? Az is kellett, meg a huncutság is azért a végtére már kellett, mert amikor láttuk végképp, hogy nem győzzük meg, akkor szélírű kaszáltunk egy szárazabb részt, hogy hívjáknak, akár lucernának, akár fűnek, olyan szárazas, gazos akármit. Azt, aki vitte befelé, mondtuk neki, hogy no, ezt öntsétek be azonnal a betárolóba. Egy fél órában, amikor a gyűjt kifelé, már láttuk, hogy füstöl a kémény, mert begyulladt, ezért már egyformán tüzeltek, és akkor ez a száraz anyag meggyulladt, aztán 2 óra aztán biztos, hogy mire az összes anyag végigment rajta, még kitakarították, akkor eltelt 2 óra hosszá, és addig mi ráértünk nyomni befelé az anyagot, hogy alhassunk is valamit. A fizetéseket összehasonlítva a magyar viszonyokhoz képest gazdagon érkezett haza, vagy 2 évet, amit kint töltött? Hát a gazdagság szerintem az maradt, hogy egy nyelvet megtanultam. Értem. Mondjuk ez tényleg a legnagyobb gazdagság. Úgy érzem, igen. Azon kívül, hát az első olyan fizetésem, ami akkor, amikor kikerültünk, elmondták, hogy tehát műtrágyát szórtunk. Hogy
A traktorosnak is ott itthon nem kellett ilyet csinálni a traktorosnak, hogy műtrágyaszórást ne pakoljak, vagy ha pótkocsira pakoltunk, zsákoltunk, lámát, mi hűtünk a traktorba, azt vártuk, hogy megpakolják. Hát a gépkocsi vezetők és a traktorosok és a gépészek azok urak voltak. Igen, itt Magyarországon. Igen, ott nem. Ott nem, ott mindenkinek dolgozni kellett. Tehát. Uh-huh. És az első havi fizetést, mikor megkaptam, a 45 márka, a 30-60, az jobban tudom, mint a születésem napját, az nagyon-nagyon megrendített, hát attól itthon több óravalót kaptam. Ez, és ez egy havi fizetés volt. Váltsuk át magyar forintra, 45 márka, akkor... Négyjel szorozzuk meg. Igen, akkor az lesz mondjuk 180, 180. forint. Hát 190 legyen. És amikor kiment Magyarországról, akkor Magyarországon mennyi volt egy havi fizetés? Hát előtte itt nálunk volt, amikor 5000 forintot is kerestem nyárnyival. 5000 forintot is kerestem, kifizetve a, uh-huh. a gépállomásnál. Meg hát még az mellett egy kicsit maszagolt is az ember. Uh-huh. Most meg lehet mondani, már rég volt, úgyhogy most már nem fogják fülön fogni érte az embert. De akkor nem véletlen volt az, hogy mesélte nekem, hogy akkor ugye fél évente tudott hazajönni. Igen. Hogy repülővel jött haza NDK-ból. Igen. Ugye? Igen. Akkor ez megengedhető volt, vagy akkor mégiscsak sikerült azért? Hát amikor majd beindult ez a szállítóra való munka, az teljesítménybéres volt, meg hát mondom, volt, hogy 2-től este 10-ig. Uh-huh. Tehát az olyan hosszú volt, hogy jaj. De akkor ott kifizetve volt olyan hónap, amikor 1200-1300 márkát kifizettek, tehát igen. Akkor már megtehettem, hogy fölültem a repülőre. A 68 augusztusi hazaérkezése után nagyon emlékezetes maradhat a kiutazás. Ugye 68 augusztus 20-án, 21-én ugye 20-án a szocialista tábor ugye lerohanja Csehszlovákiát. Igen. Feri bácsi, mikor megy vissza a szabadságról? Melyik napon? Én 19-én 3 óra valány perckor léptem át a cseh és a NDK határát. Tehát azt nem tudom, hogy mi lett volna, hogyha belül maradok. Nem tud visszautazni szerintem. Biztos nem. Biztos nem. Majd szerintem követség, mit tudom, oda költem visszamenni, aztán valamit majd csináltak volna, hogy... Uh-huh. Mikor tudta meg, hogy mi történt? Mert akkor még ugye úgy tudott visszautazni, ugye előttem van nagyjából az útvonal, ugye az azt jelenti, hogy Magyarországról Csehszlovákián keresztül lehetett, és nyilván Ausztriát ki kellett kerülni, hiszen ő ugye nem tartozott a kommunista táborhoz, ugye? És akkor onnan kijutott az NDK területére. Igen. Mikor tudta meg, hogy Csehszlovákiát lerohanták a hát ez vasárnap volt, amikor kiértem, és hétfőn, amikor kezdődött a munka, hát nem, igen, régi munkakezdéskor, akkor már úgy hívták, hogy udvarmester, mondja, hogy háború van. Kitört a háború. Csak hallgatjuk, hogy mi történt. És körülbelül dél környékén már jöttek a követségről, mert ugye hivatalosan voltunk kint, tehát nem államközi szerződés alapján voltunk. És jöttek a követségről, hogy következő intézkedésig senki nem mehet haza, akkor elmondták, hogy hát nem háború van, de. Azért majdnem az van. Hát azt megérni, én már örültem, hogy ott vagyok. Tehát visszaértem. Még tőlem két idősebb szentlászai fiú volt, aki nem volt itthon. Azok már 24-et is betöltötték ott. Hát a pelenkás gyerek nem sír úgy, mint ahogy azok sírtak. Jöttek volna hazafelé, mert egyszerűen mindenkit nem engedtek haza, mert hát munka volt sok. Az egyáltalán, tehát én akkor föl se fogtam azt, hogy hova mentünk. Olyan szempontból, hogy 11 ember oda megy egy gazdaságba, és mindenki alá traktort adnak, és mindenkinek munkát adnak. Hát itt, hogyha valahova ilyen jött volna, nem is tudom, valahol műhelybe ide-oda eldugtostak volna bennünket, hogy mégis valamit csináljunk. Hmm. Ott mindenki, minden egyes ember gépet kapott, munkát kapott. Tehát annyira nem volt a mezőgazdaságban munka erő. Hát ez azért nem volt egyébként, én szerintem, mert a bérezés olyan volt. Tehát annyira alacsony volt a mezőgazdasági dolgozók bére, hogy azt nem nagyon vállalta senki. Két év után visszajön ugye ebből a, nem tudom, kiküldetésnek nevezett tevékenységből. Megmarad ugye akkor a német nyelvtudás. Igen, igen. És...
a csólyosi szakszövetkezetbe érkezik vissza, de ahogy én itt lejegyeztem, nem lesz szövetkezeti tag, igen, hanem alkalmazottként jön vissza munkaviszonyba, ugye? Igen, azért jöttem vissza alkalmazotti munkaviszonyba, mert amikor visszaértem, akkor keresték a tagsági belépési bizony, vagy nyilatkozatomat, semmit nem találtak, sehol nem találtak semmit. Na mondom, hogyha ilyen nyilvántartás van, akkor ebből nem kérek, mert a végén nem lesz itten se nyugdíj, semmi se. És akkor mondtam, hogy én csak ilyen föltételek mellett vagyok hajlandó, hogy ipari bejelentett, tehát úgy hívták akkor, hogy ipari bejelentett. Hát mondjuk édesapám nem nagyon újongott, mert tőlünk ugye sokkal többet kellett fizetni, mint aki sima tag volt, de a végén bele nyugodott, hogy ez így legyen. Ez az 1970-es év egyébként nagyon fontos, egyébként igen, is, hiszen akkor jönnek össze, ugye már régóta ismeri ugye a falubeliként Csikós Ilonát, igen, de ugye ez nagyon fontos, hiszen Ilonával egy évvel később, 1971. augusztusában összekötik az életüket. Házasságot kötöttünk, igen. Igen, és ugye amikor én hétfőn kint voltam meglátogatni a családot, akkor ugye sikerült Ilonka nénivel is beszélgetni, és nagyon sokat gondolkoztam ott rajta, ezt úgy nem említettem ott kint meg, de Ilonka nénivel is le lehetne ülni beszélgetni, de azért bőszen próbáltam jegyzetelni, és hogyha a Feri bácsi nem haragszik, néhány dolgot azért Ilonkáról is el szeretnék mondani. Jó. Ő ugye nagyon fontos, hogy óvónőként végzett főiskolát, és 4 évig dolgozott ugye óvónőként, igen, 2 igen, évet Újfalun, és 2 évet Csólyospároson. Igen. Majd később a Csólyospárosi Általános Iskolában lesz orosz történelem szakos tanár, 2001-ig a nyugdíjazásáig. Igen, így volt. És nagyon jó volt vele beszélgetni ott kint a családi házukban, úgyhogy innen is üdvözöljük kedves feleségét. Köszönöm, majd átadom. 2 gyermekük születik. Igen. 73-ban Ferenc, aki igen, jelenleg a saját családi vállalkozásában dolgozik, és lányuk pedig Krisztina, 1976-ban születik, és jelenleg egy budapesti iskolában iskolatitkár. Igen. Fiúk lévén 2 unokájuk születik. Igen, egy fiú, egy lány. Azon kevesek közé tartoznak, kedves feleségével együtt, akik úgy csólyospálosiak, hogy Csólyospároson is születtek. Így igaz. Ez hogyan lehetséges, hogy ennyire kevesen vannak? Hát azért lehetséges így, mert végeredményben 45-től 50-ig, vagy 51-ig anyakönyveztek Csólyospároson egyszer, a másikszor pedig akkor még nem volt szülő otthon, hanem kiki otthon a családi házán született meg. Volt bábaasszony, mikor látták, hogy most már következik a szülés, akkor elmentek érte, felültették a kocsira, elhozták. Amikor rendbe tette anyukát is, meg a kisgyereket is, utána elvitték haza, és akkor kész. És innen van az, hogy önök mind a ketten igen, csólyospálosi születésűek, és igen, ez nagyon kevés. Igen, benszülöttek vagyunk. Igen, 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 igen. Ez tényleg nagyon fontos. És még hozzá pálosiak is vagyunk, még ezt is hozzáteszem. És azt is elmondta nekem Ilonka néni, hogy Orosz Józsi bácsi, aki sajnos nemrég elhunyt, a szintén felsőpálosi? Alsópálosi. Alsópálosi. Igen. Gyermekként élt szintén, és igen, ismerték a Józsi igen, bácsit. Hát igen, mert Józsi bácsit nővérem az még dajkáta. Uh-huh. Az alsópálosi iskolába jártak, és az alsópálosi iskolába tanított az orosz család. Uh-huh. És így született abban az időben ott a Józsi bácsi. Azt. Úgyhogy... Azért így a majsai szálak ugye igen, összeérnek a csólyosiakkal. 1975 és 76 között szerez víz, gáz és készülékszerelő szakmunkás bizonyítványt. Igen. Ugye nekem elmondta, hogy igazából vízszerelő szeretett volna lenni, igen, de ugye ez nem jött össze, akkor nem indították külön a vízszerelő szakmaszerzési lehetőséget, ugye? Fölmentem Kecskemétre az iskolához, a szakiskolához, szakmunkásképzőhöz, és megkérdeztem, hogy
hogy tudnék vízszerelői szakmunkás bizonyítványt szerezni. Mert van érettségim, a szövetkezetben ezt gyakoroltam is, nem keveset, a vízszerelést, gáz nem állt, a gáz még nem volt. És elmondják nekem, hogy ilyen lehetőség van, hogy víz, gáz és készülékszerelő szakmát lehet szerezni. Egy hét van a főkészülésre, az osztályvizsgára, ha föl tudok készülni, akkor menjek. Hát én beledőltem a papírokba, ami volt, és már adtak az irodalmat, és akkor elmentem vizsgázni. Hát nagyon is jó sikerült a vizsgám, az osztályvizsgám. Aztán utána egy hónapra lett a szakmunkás vizsga, tehát már akkor végleges. Tegyük azt hozzá, hogy azért lehetett egy hét alatt ugye ezt a dokumentumot megszerezni, vagy vizsgára menni, mert ugye a szövetkezetnél viszont ugye a gyakorlatot le tudták igazolni. Igen. Dolgozott. Tehát így volt, hogy dolgoztam, és leigazolták a gyakorlatot. Elég sűrű lehetett az a 76-os év, hiszen az előbb említettem, hogy Krisztina lányok születik 76-ban, szóval a családalapítás kellős közepére kerül ez a szakma be a Feri bácsi dokumentumai közé. De szerintem a legjobb pillanatban jön mindez, hiszen indul egy országos rendszerépítés, ugye gázt vezetnek mindenhova. Az még később indult, jóval. Később? Mennyivel jóval, később? Jóval később. Hát 83-ban lett Csólyospálosra a szállító, az ilyen energiaracionálási pályázattal megnyerve a gázvezeték, meg egyáltalán a szállító gázosítva. Akkor előtte igazából vízvezeték szerelőként dolgozik, és utána, ahogy ez elindul ez a program, akkor lehet a gázszerelői papírt. Igen, akkor már kicsit tudtam hasznosítani, de hát túlságosan sokat ebben nem dolgoztam. Csólyospálosra honnan érkezett a gáz? Csólyospálos, Felsőpálos északi sarkát keresztezi az Ülés, Majs, a Szank gázvezeték, tehát a fővezeték, és ott, ahol éppen belép a Pálos területére, ott lett egy fogadóállomás kialakítva, és onnan jön be a vezeték a faluig. 84-ben a D-gáz szerelője lesz. Igen. A számtalan helyszínen is, ahogy felírtam, sok-sok szinte felsorolhatatlan helyszínen, településen, nyugdíjazásáig a D-gáz kötelékében dolgozik. A második felében ugye Szeged központtal, előtte ugye Kiskunhalas központtal látják el ugye ezt az építési, illetve karbantartási feladatot. Valószínű innen, ebből az időből nagyon sok mindenki ismerheti, ugye? Hát engem itt is nagyon sokan ismernek, Kiskunhalasán is. Kiskunhalason is, de Móralomtól kezdve Szeged, Szank, Jászent László, ahol megfordultam szerelőként, úgyhogy remélem, hogy nem a rossz oldalamat ismerik, hanem a jót, nem tudom. Elvileg nem próbáltam senkinek se betartani, mindig azon voltam, hogy haladjunk előre. Én ezt abszolút aláírom, tehát nálam is volt kint javítani gázkészüléket még anno, és ez teljes egészében így történt. Nagyon megbízható, és nagyon örültünk, hogy időben megjelent és elvégezte a karbantartási feladatot. Úgyhogy én a magam részéről abszolút alá tudom ezt írni, hogy így történt. Hát próbálkoztam az ígéreteimet betartani, amelyre tudtam. Igaz-e az a pletyka, hogy az orosz laktanyában is volt karbantartani annak idején? Igen. Hát oda véletlenül kerültem be, mert 70-ben, amikor hazajöttem, az oroszoknál itt a laktanyában az őr agyonlőtt egy lovat. Mert azt hitte, hogy valami diverzás, vagy itt az, hogy micsoda. És ez egy deres ló volt, és pontosan olyan ló kellett nekik. És kijöttek oda a TSZ-be, vagy a szakszövetkezetbe, vagy nem, valaki mondta, hogy a szakszövetkezetnek van ilyen, és akkor kijöttek.
és megvették a lovat, hát hadd nem mondjam, hogy ami elképzelhető, meg ami el nem képzelhető, azt is hoztak érte. Pénzt az keveset, de olajat, gázolajat, ami ugye szükséges volt, de mondom annyit, hogy úgy lehet 100 lovat lehetett volna belőle venni az egy dolog az árából. Micsoda történet! És akkor utána úgy többszörösen is kijöttek, aztán én úgy kicsit kapizsgáltam az orosz, azt úgy próbáltam velük kapcsolatot teremteni, aztán úgy egyre többet, mert a német után, tehát kint voltam, az NDK-ban volt a német, az nagyon jól ment. De az orosz még majdnem elfelejtettem, és akkor ezt az oroszt újra kellett tanulnom. Sokszor volt olyan, hogy kevertem is, de most már azért meg tudom választani, hogy most németet kell beszélni, most oroszt kell beszélni. És kivel találkozott bent a laktanyán belül? Laktanyán belül is volt? Persze, többszörösen. Hát karba tartani én inkább a lakásokba csináltam ilyen, hogy tűzhelyeket, mert hát nem volt nekik olyan emberük, aki ezt tudta volna csinálni. Hát palackos gázzal fűtötték, tehát tüzeltek, nem volt a laktanyában vezetékes gáz. És hát kikkel találkoztam én a legapróbb közkatonától a laktanya parancsnokig mindenkivel. Ez mindenki ismert. A klubnak, tiszti klub parancsnoka. Nem volt félelmetes dolog oda bemenni? Először úgy érdekes volt, de aztán később már ott is úgy volt, hogy mindenki ismert. És akkor nem féltem különösebb. Hát legelőször egyébként én úgy voltam benn, még nem tudom, hogy az pontosan mikor volt, száj és körömfájás volt a környékbe. És sertéstelepük volt itt a laktanyába, és oda kellett menni fertőtleníteni. És a TSZ-t mentünk fertőtleníteni. Úgy voltam legelső valaki. Na, akkor féltem. Akkor féltem, hogy egyáltalán kiengednek-e majd bennünket. De be is engedtek, meg ki is engedtek. Na most nyugdíjazásáig ugye 2005-ben nyugdíjazzák. Igen. Feri bácsit, akkor a szegedi telephelyről megy nyugdíjba, hogy a 99-től dolgozik. Igen, Szegeden. Igen. Egy picit most időbe visszaugrunk. Mert ez volt ugye a civil foglalkozása, ugye, amit ugye a mindennapokban ugye a családját ugye el tudta tartani. Azonban igazából 1945-től Csólyos Páloson fölírtam ide, hogy létezik ugye egy úgynevezett, talán helyes, ha azt mondom, hogy tűzoltó testület? Igen, tűzoltó testületként indult. Tehát kötelező volt minden községnek a saját tűzvédelmét megoldani. És én tűzoltó testület, ez úgy indult, és ilyen volt, hogy lakosság számhoz rendszeresített létszám. És ez a rendszeresített létszám, akkor, amikor én igazából belekerültem, akkor már egyesület volt, 18 fő volt. Áforús András, idősebb Áforús András, Bandi bácsi mesélte, neki az édesapja cséplőgépeket üzemeltetett. Igen, saját gépei voltak. Igen, hogy nagyon tűzveszélyes volt, ugye abban az időben, igen, ugye ilyen nagy gépekkel kint dolgozni, és a kiskumajsai templomtoronyban is fönt volt mindig egy ügyeletes, ugye? Igen. És ha tüzet látott valahol, akkor félrehúzták a harangot, illetve arra az oldalra ment a jelző ember, és ott arra lengette a nem is tudom, az ászlót, vagy valamilyen ruhadarabot, és arra indult el mindenki, ugye. Igen. Nem volt még távközlés. Igen. Ez hogyan történt Csólyos Páloson? Hát nálunk volt egy magas figyelő, ami soha nem járt fönn senki szerint, csak meg kellett építeni. Uh-huh. Azon kívül ügyeletet kellett adni a gazdáknak, akinek kocsi a lova volt, eke a tanyánál. Azt beosztották egy-egy napra, ilyen úgy nevezték, hogy tűzőrség. Tűzőrség. És föl kellett pakolni, bemenni oda a tűzoltó szertárhoz, és ott eltöltöttük a napot azokkal, akik lapátossal, meg mit tudom, hogy voltak oda beidézve, mert tehát voltak olyanok is, nem csak lovaskocsisok. És akkor letelt a nap, akkor elmentünk haza. Tehát én így kerültem legelsőbb a tűzoltósághoz közel. Hány évesen kezdte ezt? Hát, én nem tudom, körülbelül 10-11 éves lehettem, amikor legelsőbb. Hát, hogy az idősök dolgoztak otthon, mert hát aratás, még cséplés szezon, nem értek rá ottan.
bemenni a faluba. És Feri bácsi megkapta a lovaskocsit lóval együtt? Persze, persze. Hát otthon is be kellett fogni a lovat, meg ekekapáztunk öcsém abba az időbe. Uh-huh. Tehát nem volt, nem állt tőlem messze a lóhajtás, meg öcsémtől se. Uh-huh. És akkor ott eltöltöttem a napot, mikor egyeltem haza, befogtam a lovakat, azt elhittem. Tehát ilyen, így kerültem közel a tűzőrséghez, de én arra a magaslásra föl nem mentem, mert elvileg nekem nem is kellett, a lapátosoknak kellett volna fölmenni, de így nem vállalta, hogy fölmenjen rá. Hát négy faláb, ezt úgy kell elképzelni, négy faláb. Fölül van benne ilyen, hát mind a honvédségi magas figyelők, csak attól sokkal kisebb, hogy összeérne négy lábnak a tetejére, van benne két korlát, meg egy, hogy hívják, meg egy trep. És mindenre úgy lehetett fölmenni, hogy a lépcsőfogak azok az oszlopon voltak átfúrva, és tehát áll a lépcső, és keresztbe egy ilyen akármi, és azon lépkedett fölfelé, hát menjen föl rajta, aki... Az inkább akkor ilyen dísznek készült, hogy az ellenőröknek... Persze, ez muszáj volt. Uh-huh. Tehát ez előírás volt, jöttek ellenőrizni, akkor még Félegyházához tartozott. Most ebből lett egy szakszövetkezetben egy tűzvédelmi felelős pozíció. Tűzvédelmi előadó. Uh-huh. Ilyen címzettel. Ekkor már komolyodik ez a dolog. Igen, kezdett komolyodni. Két éves tanfolyam volt Kecskeméten, azt el kellett végezni. És utána következett ez, hogy az akkori tűzoltó parancsnok azt mondta, már több éven keresztül a VB-nél olyan volt a beszámoló, hogy kérem a fölmentésemet. És az akkori tanácselnök eljött, hogy hát ő úgy hallotta, hogy nekem van valami tűzvédelmi végzettségem, még 75 nyarán már én ott a vizet szívattam a ház környékén, mert el akart vinni bennünket a belvíz. És nagyon gyorsan nem kérdezték akkor, hogy akarsz lenni, vagy nem akarsz lenni, kineveztek. Aztán úgy szép óvatosan fejlődtünk, jöttek az úttörő tűzoltók, mert ugye ezt fölülről mindig kérték, hogy fiatalítani. Uh-huh. És akkor az iskolából mindig olyan gyerekeket kaptam, aki nem éles sportoló volt, csak úgy volt. És mindig hoztuk velük a környékbe az első helyeket. Hát ezekből a gyerekekből lőtt nekem egy olyan csapatom, aki az országos versenyt megnyerte 87-ben, 86-ban. Azt a mindenit. Úgyhogy... Tehát... nagyon komoly, nagyon egyébként rendkívül felkészült csapatok indultak már ezeken a kisebb területi versenyeken. Igen, is. Igen. Nagyon komolyan vették ezeket a versenyeket. Igen, hát addig, ameddig én nem voltam ott, mindig azt mondták, hogy mire odaértek, akkor úgy berúgtak, hogy már nem bírtak kiállni. Mm. Meg ha kiálltak, akkor is az utolsó helyet el is érték. Tehát nekem az volt a gondolatom, hogy ha már egyszer elmegyünk, akkor ha lehet, akkor ne az utolsó helyet ragadjuk meg, hanem jobb helyeket is csak érjünk el. Hát legelső verseny, amin voltam Mélykúton, a csapattal ott második helyezést értünk el, tehát már onnantól kezdve végig hoztuk az első helyeket. Uh-huh. Hogy lendületet adott ez igen, a csapatnak. Igen, 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 hát érdekes volt, mert egy alkalommal meghívtak Kecskemét, hogy számoljak be, hogy mi a titka ennek, hogy ennyi tűzoltón van. Mondom az eredmények. Mondom, amikor hazaérünk és látták, hogy már megint első helyet hoztunk, akkor mindenki tűzoltó akart lenni. Annélkül, hogy én mondtam volna, hogy valaki kéne. Uh-huh. A gyerekek is volt olyan úttörőm, aki betartott a testnevelő tanárának, mert nem engedte el, mert ő jó sportoló volt. Uh-huh. Azt mondta, hogy nem én oda, ő jön az egyesületbe, mert tűzoltó akar lenni. Tegyük hozzá, hogy ezek a versenyek arra is jók voltak, hogy szakmailag nagyon magas szinten lehetett tartani ugye a csapatot, és amikor igazából arra volt szükség, hogy akkor tüzet oltsonak, gondolom, akkor szakszerűen tudott kivonulni. Természetesen, tehát meg volt hozzá, tudta, hogy tömlőt hogy csatolni, hogy kell szívót szerelni, hogy kell nyomódat szerelni, hogy kell a sugarat tartani, tehát uh-huh. Ezt mind a gyakorlatokon megszerezte.
A legelső bizás gyakorlat, mert először még, amikor én 10 autót vettem, a vizes, nem vizes gyakorlatok voltak, szárazon szereltünk, meg száraz staféta volt. Utána nálunk volt az első vizes gyakorlat, 76, 77, 8, valahogy ebben az időszakban. Eredményekről, oklevelekről tudnám mondani, hogy mikor volt. És akkor még 2 napra szervezték, mert úgy gondoltuk, hogy olyan sokáig fog tartani, egy-egy, tehát volt ilyen kategória, hogy önkéntes, volt vállalati tűzoltó. És akkor az önkéntesek szerepeltek az egyik nap, a vállalatiak a másikon. Hát azért azt el kell mondani, hogy akkor a járásból, tehát a kiskovallási járásból minden egyes településről egy vagy 2 raj mindenhonnan volt. De volt ahonnan több is. Uh-huh. És azért, mire az mind leszerelt, azért az mind idő volt. 1975-től számolja Feri bácsi ugye a parancsnoki funkciót, ugye ezért mondtam én a bevezetőmbe, hogy ez a 46. éve parancsnokként. Igen. A másik dolog, ami megütötte a fülemet, ez a belvíz. És ezt manapság már annyira nehéz elképzelni. Szóval, hogy hogyan van az, hogy majsaiak is beszámolnak róla, de akkor ugye Csólyospáloson is ugye ugyanaz történik, hogy akkora belvíz van a településeken, hogy szinte, jól mondom, akkor csónakban meg csizmában lehet közlekedni, több ilyen is van. Honnan jön ez a víz? Akkora havazások vannak nyár, olyan eső, télen? Eső. Eső? Nyári eső. Aha. Hát volt olyan, amikor egy délután 40 mm esett le. Az 75 nyarán. Tehát annyi vízet, hogy egyszerűen, hát egyáltalán ugye az a gondunk, hogy Csólyospalos egy teknyébe fekszik lent. Uh-huh. Tehát pontosan a falu területe, ami a legalacsonyabb. Mert ha megyünk Szeged felé, arra már magasabb. Tehát, hogyha most elmegyünk az új vízelvezetőknél, lehet látni, hogy ahogy a falut hagyjuk elfelé, mindig mélyebb a csatorna. Nem azért mélyebb, hogy annyit lejt, hanem annyival magasabb a terület. Hát a hivatalosan állítólag, amit én hallottam, hogy a szárító sarka, tehát itt a Katona József utca sarka, és a megye határ közt 2 méter szintkülönbség van. Az hatalmas. És de mondom, a faluból nem ért a víz kifajni. Értem. És emiatt, hát én akkor a 75-ös vizességet még úgy értem meg, hogy szomszéd portákon még nem volt semmi, csak alap, föl sem voltak töltve, békák kurítjottak a tanya mögött, vagy a ház mögött, mert nem tanyán laktam, hanem a házban. Békák kurítjottak meg, mentünk lakodalomba, és azért mezítláb mentünk a vízen keresztül, aztán meg, mert az autó kint volt, hál' Istennek, a magasan az Rinyi utcába, és mi odaértünk, hogy megmosakodtunk, megtűrőkeztünk, aztán fölhúztuk a lábbelit, szoknit, mindent, és akkor mentünk a lakodalomba. Én ezt kiegészíteném egy saját családi történettel. Többször előfordult, hogy az autó elakadt, és a lovat hozták, és abban húzták ki édesapámék, és az ő édesapja, húzták ki az autót a sárból, igen, hogy utána lehessen használni az autót. Tehát tényleg nagyon nagy gondot jelentett ez a belvizes év, vagy éppen évek. Igen, amikor igen, hát ez egy tavaszi belvíz volt, még akkor édesapám aktívan dolgozott, és bejáró útunkon is úgy középtájon úgy megállt a víz, hogy benne maradt az autóba. Akkor még volt ló is a háznál, elébe fogta a ló, visszanézett, aztán azt mondta, hogy én ezt nem húzom. Na mondjuk ez furcsa hallani, mert annak idején azért a lovak pontosan tudták, hogy mire gondol a gazda, és hát azt csinálták, amit mondott. Nem így volt? Nem, visszanézett, hogy mit kéne húzni, onnantól tovább hozzá sinyúlt. Uh-huh. Még csak meg se feszítette az istrágot. A 75-ben, ugye ennél a belvíznél volt egy ötlete, hogy azt a szivattyút, amit egyébként tűzoltásra használnának, és ugye ritkán használnak, yeah, azt mi lenne, hogyha belvizeknél esetleg ugye a belvizek csökkentésére is használnak, tehát ezeket a, nem is tudom, vízállásokat megszüntetnék. Igen, ugye igen. Ez akkor volt egy kisebb fajta, nem is tudom, felháborodás is az idősek részéről. Amikor bemegyünk Csólyospálos központjába, és most ott van egy szivattyú szépen
felöltöztetve, tisztán, fedett helyen, arról a szivattyúról beszélgetünk? Nem, az már egy másik szivattyú? Nem, az a régmúlt szivattyúja. Uh-huh. Az a források szerint, ami megvan nekünk, 1953-ban van egy leltárfelvételi híve. Tehát 53-ban már biztos ott volt. Uh-huh. Egy ilyen kézi hajtányú szivattyú ma is tökéletesen működik, hogy bármikor hadrafogható, sőt, pár évvel előtt még versenyeztünk is vele. Uh-huh. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon megbecsült erekje nálunk. Hát ez több mint 10 évet Kiskolason a laktanya, tűzoltó laktanya, az új tűzoltó laktanya előtt volt kiállítva, mert az akkori titkár oda adományozta a halasi tűzoltóknak, mert ráestek, hogy hát kéne nekik egy ilyen, mert hát legyen valami múzeális érték is az előtt. És olyan volt, hogy az új parancsnok, a Babugyani, aki most is még most nem parancsnok, hanem iroda vezető, ő mondta, hogy valami építkezés mitől, mi miatt el kéne onnan hozni, hogy hozzuk haza. Jó, hozzátok, nagyon jó helye lesz itt. De akkor már csak egy kicsit rendbe is kéne hozni, rendbe is lett hozva, tehát akkor lett így restaurálva, mint ahogy most van. Mert már akkor már ott a hosszú állás miatt már a dugattyúk is kiszáradtak, tehát nem volt üzemképes. És utána mondtam, hogy úgy vihetetek vissza, hogyha oda egy olyan épületet építetek, mint ami itt is van, hogy azzal lehessen, tehát hogy védett helyen legyen. Ez nagyon is jó sikerült volna, már anyag minden meg volt hozzá, hanem összejött a hatósága vagy a szolgáltatóval. Mert hogy valahol ott gázvezeték van a tűzoltó laktanya előtt, és mit tudom, milyen távolságban nem lehet ilyen létesítményt csinálni. Így aztán maradt csinálni. Ez volt a mi szerencsénk, hogy ott marad nekünk ez a... És az bármikor hadra fogható, igen, ami ott van. Igen. Parancsnokként talán a legfontosabb feladata mindig a csapat folyamatos tanítatása, meg nyilván a felszerelés karbantartása mellett, hogy megfelelő technikai eszközöket szerezzenek be. Azért ez egy nagyon nehéz feladat, és nem is olcsó dolgokról beszélgetünk. Ez hogy sikerül megoldani az évek alatt? Hát ez 2012-ben alakultunk újjá teljesen, mert ugye 90-ben bedobták a gyöplőt a lovak közé. Megszűnt az akkori tanácsoknak az a feladata, hogy, tehát az új nem tanács volt, hanem önkormányzat. Önkormányzatoknak az a feladata, hogy kötelező a tűzvédelme, helyi tűzvédelmet megoldani. Hát mi továbbra is maradtunk, hanem egy alkalommal beidéztek bennünket ki Halasra a ügyészségre, hogy vigyük az alapszabályt. Hát ugye még nekünk az a kommunista alapszabályunk volt. Bevittük ezt, át kell dolgozni, mit csinálni, akkori elnökömnek mondom, hogy hát ezt csak ti csináljátok, mert én nem értek hozzá. Hát ez szépen úgy maradt, hogy abban nem lett semmi se csinálva. Nem is tudtunk róla semmit, hogy mi van. Mi továbbra is éltünk, dolgoztunk, csináltuk a dolgunkat, versenyeztünk minden, amit csak lehetett. És 2012-ben próbálkoztunk, tehát egyáltalán, hogy akkor hogy is áll a cégbírósági bejegyzésünk. Hát visszakaptuk azt, hogy nem is él, mert kitiltottak bennünket. A legfelső bíróság kitiltott bennünket a működő egyesületet. Akkor a jegyzőasszonynak mondom, hogy próbálkozom már, hogy mit lehetne tenni, mert hát én a jogi ügyekkel nagyon nem vagyok annyira tisztában. És ő elment Kecskemétre a cégbírósághoz, és mondták, hogy legjobb lesz, hogyha újra alakítjuk az egyesületet. Azt meg lehet tenni, hogy bele lehet írni, hogy az előzőnek jogutódja. Ennyit. És akkor így újra alakítottuk az egyesületet. A jogi oldalát is megtámogattuk neki, ügyvédet kellett fogadnunk, aki megírta az alapszabályt. Az is, ugye egyáltalán én a tagdíjnak mindig ellene voltam.
Ugyanis azok az emberek, akik itt dolgoznak, akár eljön egy versenyre, akár a gyakorlásra, akár kimegy egy tűzhöz, a saját idejét használja rá, tehát miért kell annak tagdíjat fizetni? Ezért visszadobták, hogy nem volt benne, hogy tagdíjat szedünk. Új ülés, tagdíj. Akkor bevezettem, hogy 100 forint tagdíjat írjunk, aztán évi 100 forintot. Minden jól lett, azóta is évi 100 forint tagdíjunk van, és kész. És innentől kezdve aztán tudtunk pályázni, mert ugye be voltunk a cégbíróságnál jelentve, kinevezett elnökünk volt, meg parancsnokunk, és vezetőségünk, és innentől kezdve tudtunk akkor még az OKF-nél, tehát az Országos Katasztrófa Védelmi Felügyelőségnél pályázni. Hát minden évben próbálkoztunk, de közben előtte megvettük lakossági összefogásra az IFA tűzoltóautót. Lett egy IFA. Lett egy IFA. Tehát ez szinte erre épült rá a cégbírósági bejegyzésünk is, meg aztán az összes többi. Ezzel az új egyesülettel milyen fejlesztéseket sikerült megvalósítani? Hát ez az új egyesülettel hatalmas fejlesztést valósítottunk meg. Hát minden évben az OKF-nél pályázunk. OKF-es pályázattal kb. Olyan 10 milliót felszerelés még egyébre nyertünk. A 12 óta, hát a 9 év alatt. Azon kívül most vannak külső pályázatok, és azokat is igénybe vesszük. Ha jól tudom, éppen most van ugye folyamatban, lehet, hogy pont emiatt a pályázat miatt is kellett ugye a beszélgetésünk elején említett dokumentumokat még ugye begyűjteni, hiszen jelenleg is zajlik a tűzoltó szertár felújítása. Igen. Ezzel kapcsolatos ezzel volt kapcsolatos, ez a... Ezzel kapcsolatos. Nyertünk ebbe az évben az OKF-től 950 ezer forintot egy vizes blokk létrehozására, mert az még nem volt. Tehát az azért csak szükséges egy WC vizel, de kézmosó zuhany ahhoz, hogyha megérkeztünk, visszaérkeztünk, legalább kezet mosni tudjunk, meg el tudjunk menni normális körülmények közt. És erre nyertük a pénzt, és ehhez kérik még mindig a papírokat. Papír hátán. Az IFA után a nagy közösségi összefogás, ugye az IFA-t meg tudják vásárolni, fel tudják szerelni. Ugye, jól hiszem, erre még talán egy bálat is szerveztek, ugye? Jól emlékszem? Igen. Volt is erről hír annak idején, ugye a helyi újságokban, helyi médiumokban. Aztán lesz egy Iveco teherautójuk is, illetve egy tűzoltóautójuk. Az már sokkal modernebb. Honnan jön az Iveco? Hát... Ez úgy jött, hogy van nálunk egy svájci család, akinek van szállója, meg mit tudom én, mi még ott. És egy versenyt rendeztünk a lovaspályán, és mi nem tudtuk, hogy a doktor úr ott volt az ottani svájci városi rendőrparancsnokkal, és látta, hogy a versenyek pólóba, meg gatyába, meg mit tudom, mibe folynak, meg tornacipőbe. Tehát tűzoltó verseny? Tűzoltó verseny, hát csak... és abszolút civilbe. Uh-huh. Mindenféle védő felszerelés nélkül. És visszament Svájcba, és ott a tűzoltó parancsnoknak mindezt elmondta. Sőt, ott még egy újságcikk is jelent meg, hogy a csólyosi tűzoltó közében pólóba versenyeznek, mit nem. És előtte valamikor náluk a sárga színű védőruhákat lecserélték ugyanarra a feketére, mint ami nálunk van védőruha. És küldtek egy megkeresést a polgármesterhez, hogy adjunk meg lábbeli méreteket, én nem tudom, azt hiszem 10 főre. Tehát csizma, nadrág, kabát, kesztyű méreteket. Jó, hát... Megadtuk, elküldték. Valamikor szeptemberben kaptunk 50 darab védőruhát, 50 darab védőkesztyűt, 50 pár csizmát. Az egy jó néhány évre elég. Hát az végtelenség elég. Ennek egy része olyan, ami még emberen sem volt. Ebben van a gyerekmérettől kezdve egészen a legnagyobb felnőtt méretig.
Hát van benne természetesen használat is, de olyan használat, hogy az még nem, tehát rendszerbe állítható. Ezt megkaptuk, akkor szilveszterre meghívtuk őket, akkor volt a hivatalos átadás, akkor megvendégítik őket a szilveszteri bálon, és utána évbe szólnak, hogy volna egy Ford kisbusz, ilyen törzsbusz, azt idadnák nekünk a tűzoltóknak. Hát, tanakodtunk rajta, hogy mire használjuk. De hát, ha már kínálják, akkor csak el kéne hozni. Én azt felvetettem ott a tűzoltó vezetőségnek, hogy mit tegyünk. Hát, ajánljuk fel a hivatalnak. Akkor felajánlottuk a hivatalnak, hogy legyen annak ez az autója, mert mi nem tudjuk, mire használni. És úgy is lett, hogy megkaptuk, elhoztuk, tehát ki kellett érte menni, ott nagyon jó megvendégültek bennünket, aztán meg megkaptuk az autót, és a harmadik napon elhoztuk haza, itthon átadtuk az önkormányzatnak. Majd pár éve utána a tűzoltóparancsnok feleségének születésnapja volt, és születésnapon jó kívánságaimat elküldtem neki. Rá egy hétre tűzoltóparancsnok írja, hogy van egy Ivako tűzoltóautó, amit nagyon szeretnének nekünk ideadni, ha úgy gondoljuk, mi vagyunk az elsők. Hát nem egy hatalmas összeg volt, mert 2000 márka, nem márka, hanem euró, plusz 900 euró a főszereléséké. Fölvetettem a csapatnak, hát hogy az ifát előtte kaptuk, erre kérgetni nem kérgethetünk, sőt, aztán végig, mikor meghoztuk, még némi szemrányást is kaptunk a lakosságtól, hogy mert az ifát miért adtuk el. De amikor látják már, hogy ez egy egészen komolyabb, sokkal komolyabb jármű, mint az, amit eladtunk, azóta már nem mondanak semmi rosszat nekünk. És elhoztuk ezt, úgy hoztuk el, egyáltalán úgy került hozzánk, hogy polgármesternek mondtam, hogy van ilyen lehetőség, de mondom, pénzünk nincsen, és valahogy tudomására jutott ez a doktor úrnak, a Dux úrnak. És egyszer kaptam tőle az e-mailt, hogy ő úgy gondolja, hogy megveszi ezt nekünk, hogyha elfogadjuk. Hát természetes, hogy megvesszük, vagy elfogadjuk, nem megvesszük. És így került hozzánk, hogy kimentünk érte, bementünk a szállóba, amire elmondtuk, hogy amire megrendeltük a szállást. Bejelentkezünk, azt mondják maguk a dubszúr vendégei, igen. Ki van fizetve, hol áll az autónk? Hát itt a parkolóba. Akkor 16 svájci frankot fizessünk az autó állásáért. Ennyibe került nekünk ez a tűzoltóautó ott kint. Arról nem beszélve, hogy amire itthon került, az már egy egész másik dolog. És másnap be is mutatták nekünk ezt az autót. Hát elállt szemünk szánk, hogy micsoda szerkezet. Sőt, a sofőröket kivitték vezetni, azon kívül a kezelést ott mind az ötünknek, aki ott volt, bemutatták, meg csináltatták velünk, tehát kaptunk is róla bizonyítványt, hogy ennek az autónak ismerjük a kezelését, meg a benne lévő dolgoknak. Hát én azt hittem, hogy a 900 eurós dolgot a doktor úr már nem fizeti, de mikor kinyitogatták nekünk ott a szekrényeket, vagy az ajtókat, redőnyöket, hát minden benne van. Tehát még a 900 eurót is kifizette érte. Sőt, amikor indultunk hazafelé, akkor meg elment a vám dolgokat elintézni, hogy hozhassuk hazafelé. Meg akkor, amikor kezünkbe adta a papírokat, azt mondta, itt van még 500 euró, ezt még az útra tankolni. Hát az 500 euró ez elég volt egészen úgy, hogy a magyar autópálya díjat kellett kifizetnénk, az összes többit ezt kifutotta. Példaértékű ez a támogatás. Igen, igen, hatalmas, hatalmas. Hát ez az autó nem azt a 2900 vagy 3000 eurót éri. Ez, hogyha itt nálunk számolnánk, ez olyan, most ilyen állapotban 50 millió.
Évente mennyit kell használni, hányszor kell kiszállni valós tűzesetekhez, Csólyospáros? A valós tűzesetekhez, hát az idén elég sokat voltunk, jobban nem Csólyospáros, hanem inkább Forráskúton voltak tűzesetek, kéménytüzek, meg lakástűz, meg volt egy halálos tűzeset is. Tehát most Forráskút nagyon kihúzta a gyufát, tehát ott voltunk azt hiszem ebbe az évben 6-szor. Csólyoson 2-szer, Kömpözben meg, ha jól tudom, nem is voltunk most, hál' Istennek. Most Kömpözben nagyon jó áll a tűzvédelmi helyzet. Nem bírom ki, hogy így egy ugye, igazi tűzoltóval beszélgetve, ugye közeledik a karácsony. Vannak még karácsonyfa tüzek, hiszen azért a hagyományos gyertyák már azért a karácsonyfa környékéről ugye eltűntek, esetleg igen, talán az adventi koszorúknál található gyertya. Megnő a tűzesetek száma karácsonykor? Vannak? Igazából nálunk áramtelepülésén nem jellemző a karácsonyfa tűz. Uh-huh. Se Forráskúton, se Csólyoson, se Kömpecön. És rendkívül fontos, hogy ez egy önkéntes tűzoltó egyesület, és ilyen dolgozik ugye Kiskunmajsán is. Igen. És tényleg nagyon köszönjük a helytállást, hiszen ez mindenkinek, hogy Feri bácsi is említette, a saját szabad idejéből, és az ő szolgálatát jelenti a közössége igen, felé. Igen, igen. Tehát le a kalappal mindenki előtt, aki szolgálatba lép. Meg kell, hogy említsem, hogy a közösségi lét a Feri bácsi részéről ez egy teljesen szinte a mindennapjait áthatja, hiszen amellett, hogy tűzoltóparancsnok, ugye több cikluson keresztül választják meg a csólyospárosi képviselőtestületbe is, ugye igen, képviselői tag, voltam, és ugye ott igen, nem ugye pártok delegálnak többek között ugye képviselőket, igen, igen, hanem ugye ez egyfajta szimpátia választás. Igen, igen. Inkább, ugye egy igen, kis településen. Igen. Hány cikluson keresztül volt bent képviselő? 1990-től 94-ig, és most az utolsó 6 évben. Mert egy 5 éves, meg egy 6 éves ciklus volt. Tehát az ezelőtti ciklusig voltam ott 6 évet. Uh-huh. Hát 10 évet voltam képviselő. Uh-huh. Úgy emlékszik vissza rá, hogy ez az időszak, ez hatékony volt? Jó volt? Úgy érzem, hogy igen. Az hál' Istennek adót nem kellett emelnünk, tehát arra én nagyon büszke vagyok magunkra, hogy úgy gazdálkodtunk, hogy minden el legyen rendezve, de azért maradjon is egy kis tartalék. Hát ez mondjuk hozzájárul az is, hogy nagyon jó gazdasági előadó van, aki teljesen topon van a munkájába. Az előbb említettem, ugye, hogy figyeljünk-e valamilyen tűzre, vagy tűz lehetőségére ugye a karácsonyfa körül, de hát hogyha a kedves igen, családjára visszatérhetek, és ugye egy karácsony felé közeledve, van-e hagyománya a családon belül, hogy ünneplik a karácsonyt? Van-e, amit esetleg a Feri bácsi szokott mondjuk főzni, vagy megcsinálni, vagy mondjuk a karácsonyfa körül van a munkálkodás? Hogyan zajlik ez a kapás családnál? Hát a karácsonyfa díszítés, fölállítás, díszítés az általában közös szokott lenni. Az ebédet feleségem szokta főzni, és összejön a család, mindannyian akkor ott vagyunk, énekelünk mennyből az angyalt, meg ami éppen karácsonyi ének, utána jön az angyalkák, hozzák az ajándékot, és mindenki megkapja, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon szép ünnepet szoktunk összehozni. Reméljük, hogy így lesz ez. Hát idén, úgy legyen most is. Gábor, kérdés Feri bácsihoz esetleg megfogalmazódik-e benned? Természetesen igen. Az lenne a kérdésem, hogy csólyospárosiként mire a legbüszkébb, mi az, amit megemlítene nekünk, hogy mire körül, hogy a Csólyospároson megvalósult? Hát igazából én nagyon büszke vagyok a vízelvezető hálózatunkra, mert az szinte majdnem az egészet az én hívjákomba, az én képviselőtestületi tagságom alatt készítettük. Azon kívül a kerékpárútra, mert még abban is benne volt az én döntésem, és függetlenül attól, hogy nem egész úgy volt, de hogy gondoltam, na, a függetlenség, tehát az hogy a kútat meghagyjuk, erre nem szavaztam.
Hát azon kívül büszke vagyok a Tűzoltó Egyesületre, meg egyáltalán én büszke vagyok az összes csólyosi intézményre. Akár iskolánkra, óvodánkra, most már lesz bölcsödénk is. De nem mondhatok semmi olyat az önkormányzatra se. Tehát ők is maximálisan mindent úgy érzem megtesznek a padujé. Úgyhogy reméljük, hogy tovább is így lesz, hogy mindenki azon lesz, hogy haladjunk előre minél jobban kis településünk. Köszönjük szépen a kérdésedet. Másik és nincs. Nekem van, mert egyébként erről eszembe jutott, Gábor, egy következő kérdés. Mégpedig hát ott vagyunk a falu központjába, és ugye ott van egy megújult Ártézi kút. Igen. És arról nem régen ugye be is számolt, Igen. Jöttünk mi is. És az is ugye a Feri bácsi hathatós közreműködésével történik, és fölírtam ide, hogy ugye 10 kerékhajtásra van szükség ahhoz, hogy víz jöjjön belőle, igen. Igen, törjön fel, vagy jöjjön ki abból a kútból. Igen. Hogyan jött az ötlet, mi volt az alapötlet, illetve hát annak idején gyermekként működött ez a kút? Természetesen. Uh-huh. Természetesen. Mennyi ideig volt csöndben ez a berendezés? Mennyi ideig hát... Már most sajnos elég régóta, amióta teljes egészében a faluban a vízmű dolgozik, azóta már nem volt neki jelentősége, de előtte még használták. Hát még nagyon sok gyerek fölnőtt, amikor elment, ott csináltuk. De jó, hogy megmentétek, de sokszor meghajtottuk, mikor mentünk hazafelé az iskolába, vagy mit tudom én. Tehát úgy érzem, hogy nem olyat csináltunk, ami haszontalan. Uh-huh. Hát ez végeredményben az első olyan létesítmény, úgy érzem, ami a falu létrejötte után egy közös létesítmény. Hát ezt még úgy csinálták, hogy kézi hajtánnyal fúrták. A legkomolyabb gépi főszerelés benne a csörlő volt, amivel húzták meg, leeresztették a csöveket. Az összes többi, azt mindent kézi munkával fúrták. 130 méter mély, mert ezt kimértük. Uh-huh. És hát ugye a kútnak a legrosszabb az, mikor nem használják. Uh-huh. Tehát valószínűleg egy szűrős kút, és a szűrő berakodik, beáll, és hát azért nagyon sokat dolgoztunk, többen is a faluból, akinek van ilyen nagyméretű kompresszora, többszörösen kikompresszoroztuk, akkor tűzoltóautóval vizet nyomtunk bele, tehát mindent, amit el lehetett követni, hogy vizet fakasszunk bele, elkövettünk. Hát így körülbelül olyan 70-80 liter vizet ad percenként. Mondjuk ezt az összeset nem a jelenlegi csobogót, az a kis szökőkút. Mert hogy ebbe is kiegészült, igen, ott ugye mellett, igen, ez a kis Ártézi kút. Tehát a szökőkút az nem fogyasztja ennek az egész, tehát nem az összes vizet használja föl, mert vissza van vezetve a kútba egy része a víznek, mert hogyha ha az teljes vizet, akkor körülbelül akkora sugár jön fölfelé, olyan üvegkúnyi vastagságba, és azt nem győzi egyszerűen elinni a környezet, az még az egyik, a másik meg, hogy ahogy csobban vissza a kőre, a járdára is sajnos kicsapódik, és hogyha véletlenül a télen a fagyba, akkor valaki elcsúszik rajta, az nem lenne, tehát ne legyen balesetveszélyes, bár térre most le van térjesítve. Különösen azért, mert a fírelét valamilyen utóbbi időben fogja magát, azt neveri. Már mindent elkövettek a villanyszerelők, de még mindig nem találták meg, hogy mi van vele. Ez a kerekes kút, én visszatérnék egy pillanatra a kerekes kútra, szerintem egy hatalmas találmány, mert ha már viszont ugye felhúzták vele ugye a vizet, vagy hoztak föl vizet, és utána megáll a kút működése, akkor ugye automatikusan el is engedi a vizet még, igen, a fagyhatár alatt. Igen. Tehát igazából ez egy ilyen egész évben használható, igen, kerekes kút. Igen. És ugye, ahogy említettem, 10 pörgetés után pedig újra működni fog. Úgyhogy, igen, érdekes maga a amiről beszéltünk, ugye a tűzoltásra használt régi szivattyú is, ugye különösebb egyéb energia hozzáadása nélkül is ugye ellátja a feladatát, hogy kézi energia, igen, és ugye ez is kézi energiával, igen, működik. Úgyhogy ez most egy, hát hogy ilyen modern szóval éljek, ez most egy nagyon trendi dolgok fejlődnek és valósulnak, igen, meg ott benne. Igazán jó víz van benne, bevizsgáltatva nincsen, de iható. Igen.
Igen. Úgyhogy ez biztos. Már jó néhányat ittunk belőle, és senkinek semmi baj, hál' Istennek nem történt. Kedves Feri bácsi, nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat, és elmesélte nekünk az életét, és hogy föltettünk köszönöm. Kérdéseket a Tűzoltó Egyesülettel kapcsolatban is, és így igazából Csólyos Pálos történetébe is betekinthettünk. Van egy emlékkönyvünk, ebben már mi beragasztottuk a közös fényképünket, amit láttam. Készült a stúdióban, és ezt egy aláírással kérjük majd még, hogy szentesítse számunkra, és kívánunk önnek is, kedves családjának is boldog karácsonyt, és hát erőben, egészségben reméljük, hogy a későbbiekben is még tudunk majd találkozni. Nagyon szépen köszönöm, én is viszont kívánom mindenkinek, ma is és a kis térség összes lakójának. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen is a lehetőséget.